eredményekről beszélünk, akkor nyilván is elmúlt évi vetületben, akkor azokat a kalandjainkat kell elmondani. Közelebb vegyem, így jobb lesz neked? Jó? Jó, rendben. Amelyek az elmúlt évben vagy ez évben zajlottak, és ennek egy kis hátterét hadd mondjak el, hiszen amikor a Maszat 1-jel sikerült elindulnunk és megcsinálni Magyarország első műholdját, akkor automatikusan fölmerült a folytatás, hogyan tovább. Tehát a hallgatói érdeklődés nagy volt, és csak érdekességként akkor a meglévő csapattal csináltattam egy felmérést, hogyha tovább megyünk, és ismételni ugyanazt nem lehet, tehát tovább kell lépni, rakjunk össze legalább kétszer ekkora műholdat, és töltsük meg más tartalommal, mint az egyszerű technológiai kísérlet, akkor egyetlen szám ugrott elő, közösen felkiáltották 240 millió. Na hát ez volt az a szám, amire azt kellett mondani, hogy ilyen sajnos a környezetünkben nem létezik. Tehát maradt a megoldás, hogy próbálni valami olyan motivációt találni, mivel hallgatókat be tudjuk vonni, és azért valahol a zsebekben össze tudunk szedni annyi pénzt, hogy finanszírozzuk a következő menetünket. És ugye ez a probléma nem csak nálunk merült föl, hogy egy ilyen kis műholdnak, mint Maszat 1-nek az elkészítési költsége, az nem biztos, hogy minden egyetem költségvetésébe belefér. Tehát maradt a meggondolás megint, hogy valami olyan útra térjünk, ami belefér egy egyetem, átlagos egyetem költségvetésébe, és ugyanakkor előrelépés. A Maszat 1-et, a kőbszatokat kiagyaló Twix professzornak is ugyanez volt a benyomása, és azért rögtön azt javasolta, hogy ennek a 8-at térfogatát kell megcsinálni. Ez egy kisméretű műhold lesz, és az ára akkori becslés szerint, és ez körülbelül is jött, mindössze negyede a nagy műholdnak. Így indultunk el, úgyhogy közben lestük nyilván, hogy ki mit csinál. A Maszat 1-nél könnyen voltunk, mert legalább 50 hasonló kis műhold elkészült. Szívósan végig kellett nézni a hátteret, ki mibe bukott bele, lehetőleg mi ne bukjunk bele. Mi volt a helyzet a Smognál? A Smognál több probléma volt. Az első probléma az volt, nem volt minta, tehát egyszerűen ilyen kis műhold nem. Pontosabban csináltak a németek egy német egyetemi háttérre egy hasonló méret, pontosan ilyen műholdat, amelyet mindennel megraktak. Volt abban hajtómű, helyzetstabilizálás, minden ebben az is 5 cm-es kockába, mire az eredmény föltették, és meg se szólalt. Tehát ilyen háttérrel kellett elindulnunk, és megpróbálkozni, megcsinálni. Akkor ugye a fő motiváció volt a hallgatók fele, hogy megpróbálni megcsinálni a világ első ilyen kis műholdját. Hát ennek két feltétele volt, ugye egyszer megcsinálni a technikai háttér, másodszor pedig ennek a financiális hátterét előállítani. Hát hogyan lehet előállítani a financiális hátterét? Hát nem úgy, hogy az állambácsi zsebébe kotorászok, mert onnan nem sok pénzt remélhettünk. Maradt ugye ugyanaz, amit megtanultunk már a Maszat 1 esetében, vadászat szponzorokra. Na most szponzorokra vadászni úgy, hogy én ugyanazt a szöveget mondom neki, hogy technológiai kísérletet csinálunk, csak eddig ekkora volt, hát most ekkora lesz. János, ki tudnék húzni a zsebedből pénzt? Biztos nem. Tehát maradt a megoldás, hogy valamit ki kellett találni, hogy hogyan tudjuk megtenni azt, hogy ne csak egyszerű technológiai kísérlet legyen, olyan piciben működik, önmagában is nagy kihívás volt, hanem valamit tegyünk mellé. És ekkor jött az ötlet, amit már nagyon régen tulajdonképpen átbeszélgettünk, hogy nézzük meg már, mi van a ionoszféra fölött, mi van 4-500 kilométer magasan, milyen jeleket juttatunk oda a Földről. Hát így jött az ötlet, hogy elektroszmog. Elektroszmogot vizsgálni egy olyan frekvenciatartományban, ahol könnyen meg tudjuk csinálni. Kis antenna, kis műhold, tehát a tévésávot céloztuk meg. A tévésáv mérése viszonylag egyszerű volt, bíztunk abban, hogy a lelkesföldi szolgáltatók jókora jeleket biztosítanak nekünk a világűrben, könnyen ki tudjuk mutatni. Így is történt, így is működött. Közben volt egy kis nézeteltérésünk még az egyetemmel, ugye, mert amikor mi neki láttunk, akkor az volt az elvünk, hogy Maszat egy Magyarország műholdja volt. Smog, most már smogot mondok automatikusan, akkor mindig azt mondtuk, hogy BME1. BME1 az a műholdnak, az a műegyetem első műholdja lesz. Ugye néhány cikket is eleresztettünk ez ügyben, hogy megszületik az egyetem első műholdja, amíg nem kapta meg az első figyelmeztetést, hogyha nem hagyjuk abja be a BME első használatát, akkor mehetek a bíróságra. Na most ez egy érdekes dolog, ha az ember belegondol, hogy az összes többi egyetem, ahol egyáltalán műholdat csináltak, az első műholda mindjárt azzal kezdte, hogy fölvigye az egyetemnek a nevét.
Most meg kell köszönnöm a dékánunknak azt az intézkedését, mert a Smoke név sokkal nagyobb sikert adhatott, azt hiszem, mintha a BMS három betűjét visszük a világ közé. Tehát elindultunk így a Smoggal, és beijedtünk, az az igazság. Beijedtünk, amikor elkezdtük végig gondolni, hogy hogy is lehet megcsinálni. Hölgyekről van szó, azt elárulom, hogy azt a struktúrát, amit végül is nyomtatott áramkönyv lapokból agyaltunk ki és csináltunk meg, azt négy darab gépész leányzó találta ki és csinálta. Kicsit módosítottunk rajta, de végül is az ő ötletük volt, és mind a három műhold, ami fölkeveredett, ezt az ötletet használta. Tehát ilyen szempontból a hölgyek is benne voltak, és nagyon örültünk neki. Tehát amikor elkezdtük megcsinálni, és áttekintettük, hogy hogy is lehet ezt megoldani, akkor kiderült, hogy maga a hőtechnika, az energiaegyensúly olyan kihívás, aminél benne van a rizikó, hogy van jó, kezelítjük a problémát, meg tudjuk oldani, vagy se. Mi volt a végül is a kitér, amit csináltunk, ugye mi beijedtünk, hát felhívtam a rektort, és megmutogattam neki, hogy mi mindent csinálunk, és azt is megmondtam neki, hogy nekünk semmi szín alatt nem célunk az, hogy az egyetem kudarccal végződjön. Hát most föltesszük Smog egyet, és nem tudjuk biztosan, hogy fog viselkedni. Hát ez egy tiszta kudarc, hát a BME-nek ez egy hatalmas bukás, hát ilyet ne csináljunk. Mi a megoldás? Csináljunk egy előfutár műholdat. Egy büdös vasunk nem volt rá, tehát addig győzködtük a rektorunkat, amíg az mindent megijedt, mindent megígért, mert ő is megijedt, hogy nem kell kudarc, kis műhold, nagy rizikó. Tehát végül is így jönnünk el a Smog fejlesztésével. Nagy szerencsémre az embernek, ugye ilyen korban különösen nagyon sok diák háttere van, találtam egy olyan diákot, aki nagyon lelkes cégtulajdonos volt, egy meglehetősen nagy cégre, és hajlott egy kísérletre, hogy föltesz nekünk egy másik kicsit nagyobb műholdra az ATL egyre egy kísérletet. Tehát ez már megadta a vonalat, hogyha az ATL egyre kapunk pénzt és fejlesztési lehetőséget, akkor kifigyel oda, hogy egy kicsit több jut az ATL egy számlájára, és ennek hatására megszületik a Smog, és megszületik a Smog egy. Tehát másképp ezt nem nagyon lehetett volna megcsinálni. Azt egynél volt motiváció, ugye az ott dolgozó részben oktatók, akkor még kevesebb szám, részben hallgatók, azok erősen motiváltak voltak, és volt mögöttünk még egy nagy lehetőség, a szakképzési hozzájárulás. Nagyon sok cég azonnal segített bennünket, nem működött ez már a Smogpénél, tehát a Smogpénél össze kellett szedni annyi szponzort, hogy a hátterünk elég legyen ahhoz, hogy megcsináljuk a műholdat, és két lehetőség volt, ugye három műholdal játszottunk egy időben, a Smog P-vel, mint előfutárral, a Smog, mint éles műhold, és mögötte az ATL-1, amelyik ugye tulajdonképpen a pénzt hozta a háttérből. Hogy indult el a dolog? Smog P megszületett, ugye bíztunk abban, hogy a legjobb tudásunk szerint beleraktuk, igyekeztünk kijutatni a starthelyre, és menjen ki. Itt jött még egy érdekes dolog, ugye a kivitel, Új-Zélandba kellett kivinni, Új-Zélandba beviteli engedély kellett. Beviteli engedély, hogy bevigyek egy műholdot, és onnan startoltassák. Be kell valahogy gyakran, nem éppen pozitív jelezőkkel látom el a magyar adminisztrációt. 9 hónapba került, amíg megkaptuk a beviteli engedélyt. 9 hónapba, és egy héttel a start előtt megkaptuk a beviteli engedélyt. Ki is van téve az állomásunk falára, mert ez az olyan jelke, ami nagyon ritka. Mi történt közben? Hát már hónapokkal ezelőtt régen kint volt a rakéta orrában a műhold, mert hát a startoltat és megtalálta az utat, hogy végül is kivigye és oda kerül. Tehát így felkerült, és így sikerült nagy nehezen kivinni, és végül is örültünk neki, hogy sikeres start volt. Jól működött, tehát a Smog P megadta az alapot arra, hogy bízzunk majd a Smog egyben. Az ATL ment vele együtt, az ATL egy is kivilágított, és nagy örömünk volt, hogy ténylegesen 8 hónap után elégtek mind a ketten, a missziót teljesítették, nagyon szépen végigmérték a Föld körül azt a tényt, hogy mi bőségesen ellátjuk energiával a Föld környezetét is. Ezt hozzá kell tenni azért, hogy a háttérben volt olyan kísérletünk, hogy mindig valahol meg kell találni a pénzügyi forrást. Hát amikor a startot kergettem, akkor automatikusan az ESA jutott eszembe, mert ott a Vega rakéta és annak a előkészített és a változata, tehát azonnal az ESA-hoz fordultam, hogy itt egy kis műholdunk, hadd kerüljünk már föl, a Maszat egyet, az ESA vitte föl, vigye föl a Smog egyet is. Mi volt a válasz? Ugye nagyon érdekes volt a válasz, két részből állt. Az első rész, hogy ilyen kis műhold nem létezik.
Ilyen kis műhold nincs egyszerűen. Ez nem műhold, ez nem létezik. A másik meg micsoda, ha még létezne, és tulajdonképpen egy roncsot fölvinnének, akkor se tudja senki a világon azonosítani, hogy hol a fenébe van, hogy repül, hogy határozzák meg a pályát. Ez volt a teljesen hivatalos hozzáállás. Nyilván elfelejtettük, szerencsére nem ez volt a háttér, elment Új-Zélandba, fölment a szerencsésen a Smoppé, és én nem tudom, azt hiszem néhány óra, vagy egy fél nap alatt Amerikában megkaptuk a prontos Kepler adatokat, tehát ennyit a háttérről és az azonosításról. A másik ilyen csata volt, hogy már mennyi idő van még? Mínusz 10 perc. De ez kicsit jobb, mint a kiviteli engedélyt. De ha lehet, akkor tényleg egy... Igen, bár is befejezem, igen. Tehát végig voltunk ilyen kalanddal, de végül is a végeredmény is érdekes, mert ténylegesen kimutattuk az elektroszmogot, jelen van, nagyon látványosan térképeket rajzoltak a hallgatóink belőle, és mi lett az ezzel válasza? Elektroszmog nincs. Csak legfeljebb interferencia zavarok vannak a világűrben. Most így körülbelül itt állunk a kis műholdjaink, a smog egy nagyon jól működik, most is jól érzi magát, és köszönjük szépen. És még egy zárszónak, ha megengedett kell, már az egésznek az igazi csattanója az, amit a futbolisták használtak, és én onnan veszem elő, hogy kell egy jó csapat. Tehát, hogy ezt meg kell csinálni, meg lehet csinálni, hogy egy nagyon jó csapat kellett. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen. És tényleg remek csapat, és az kell egy jó csapatkapitány is, Bandi. Tehát kell egy jó csapatkapitány is, és akkor most egy másik remek csapatot hallgassunk meg, Milánkovics Dorottya. Tulajdonképpen majdnem ugyanaz a csapat, csak egy kicsit más már. Ez a másik csapat, parancsolja Dorottya. Igen. Most lehet hallani? Igen. Igen, köszönöm. Én készültem egy kis prezentációval is. De igyekszem rövid lenni, hogy időben be tudjuk fejezni a mai rendezvényt. Tehát szeretettel köszöntök én is mindenkit. Milánkovics Dorottya vagyok, ahogyan azt Kálmán is említettem. Én a C3-as Kft-nél dolgozom projektmenedzserként. Szél Alexandra kolléganőm már tartott egy nagyon érdekes előadást a cégünkről, így én ezekben a részletekben nem mennék bele. Helyette a RadCube nevű CubeSat projektünkről szeretnék néhány gondolatot mesélni. Az itt jelenlévőknek talán nem kell bemutatnom, hogy mi ez a CubeSat, viszont akik az interneten követnek minket, nekik egy rövid összefoglaló a CubeSatoknak a világáról. A CubeSat egy olyan kisméretű műhold, ami 10x10x10 cm-es kocka modulokból áll össze. Egy ilyen kis műholdnak, ugye ez egy ilyen nagyobb méret, mint amelyet az előző előadásban hallhattunk. Ezeknek a kis műholdaknak több előnyük is van a nagy műholdas küldetésekhez képest, például a fejlesztési folyamatok sokkal rövidebb időt vesz igénybe, ezen kívül a gyártásuk is sokkal egyszerűbb és gyorsabban kivitelezhető, valamint ezek a kis műholdak akár többet magukkal felkerülhetnek egy-egy rakétára, például, ahogy a mi kis műholdunk is ment, 4 másik hasonló méretű CubeSat utazott vele együtt, és emellett volt még egy nagy műholdas küldetés is a mi rakétánkon. Ezen kívül ezek a kis műholdak előbb vagy utóbb, 3-5 éven belül, vagy kevesebb idő alatt elégnek a légkörben, így nem akkora a lábnyomuk az űrben, mint a nagyobb műholdaknak. És akkor néhány szó a RadCube projektről. Itt most a képek nem olyan szépek, mint az én laptopom van a diasorban, de ezért remélem így is átjön a lényeg. Ez a RadCube misszió 2010-en volt egy előfutára, ez 2016-ban indult, ez a projekt pedig 2017 júliusában vette kezdetét, és hát most jutott el oda idén, hogy sikeresen elstartoltunk és pályára állíthattuk a műholdat. Ezt a műholdat az Európai Ürügynökség finanszírozza, és alapvetően egy platform, egy kis műhold platform és egy űridőjárás monitorozó berendezésnek a pályamenti demonstrációja, a célja.
A C3S Kft. Ebben a projektben fővállalkozóként vesz részt. Mi visszük a projektmenedzsmentet, a minőségbiztosítást, és ezen kívül már a misszió kezdetétől, a misszió tervezéstől, a műhold, bizonyos műholdas alrendszerek fejlesztésén át, az összeszerelést, a tesztelést, az integrációt, a verifikációt, és amellett persze az analíziseket is, a műhold szintű analíziseket is mi végeztük, illetve a felbocsátást szerveztük, ez magába foglalja a Daci Diana által említett frekvenciaengedélynek a beszerzését, ami egy hosszadalmas folyamat volt, és mi is nagyon sokat tanultunk mindebből, mint pedig az egész műholdas fejlesztésnek a kivitelezéséből és levezényléséből. És ezen kívül a mi cégünk fejlesztette a misszióban a földi szegmást, a földi állomással és a misszió operációs központtal együtt. Ám de nem adhatom ki ebből az együttműködésből és ebből a projektből a fantasztikus nemzetközi csapatunkat, aki dolgozott ezen. Itt ez egy nemzetközi konzorcium keretén belül valósult meg ez a projekt, és a tudományos kísérletet összefogó csapat az Energiatudományi Kutatóközpont, ahol Strádi Andrea is dolgozik. Ők fejlesztették ki a radmag mérőberendezésnek az egyik részét, ami a RadTel névre hallgat, és ez egy szilícium alapú sugárzás mérődetektor. Emellett pedig az Imperial College London készítette a magnetométert, ami a tervek szerint egy árbucon keresztül egy 80 cm-re fog eltávolodni majd a platformnak a testétől, és ezzel pedig a mágneses térnek a méréseit szeretnénk pontosítani. És az Astronika egy lengyel cég egyébként, és az elsődleges payloadon kívül van egy másodlagos hasznos tár is, amit az Európai Ügynökség biztosított a számunkra. Ez két nyomtatott áramkör tartalmaz, és ezzel a berendezéssel a kozmikus sugárzás elektromos áramkörökre gyakorolt hatásait szeretnék vizsgálni. És a másik oldalon a KU Leuven, illetve a DHV Technologies logóját láthatják. A KU Leuven a pozícionáló alrendszert biztosította, ami a nagy szürke középső modul. A DHV Technology nemű spanyol cégtől pedig a napelemeket szereztük be. És középen pedig maga a három unitos, tehát három 10x10x10-es kockából álló platformnak a belseje látható. Itt a következő dián láthatjuk az alrendszereket, amiket a mi cégünk fejlesztett. Itt bal oldalt van az energiaellátó alrendszer, középen a kommunikációs modul, lejjebb a fedélzeti számítógép mellette az antenna, fölül pedig a struktúra, ott a legkisebb struktúra az a három unitos műhold, viszont ezeket lehet felskálázni, és például egy 6 unitos szerkezetbe berakni ezeket az alrendszereket, vagy egy 12 unitos kis műholdba. És itt az összes alrendszernél törekedtünk a redundanciára, tehát hogyha az egyik oldalon valami meghibásodik, akkor át tudjunk állni a pont ugyanolyan és ugyanolyan feladatokat ellátó redundáns párjára. Ezzel szerettük volna nagy megbiztosultságot biztosítani a jövőbeli partnereinknek és ügyfeleinknek, és ezen kívül például egy olyan egyedülálló vezetékrendszert fejlesztettünk ki, ami a kábelhosszokat drasztikusan csökkentette a versenytárs műholdakhoz képest. Itt két kép látható az integrációról. Itt az első kép az tiszta térben készült, ugye itt nagyon egy gyűripari projektnél különösen fontos a tisztaság és azoknak a szabványoknak a betartása, amik lehetőséget biztosítanak arra, hogy végül elfogadásra kerüljön egy ilyen kis műhold. Itt a mi projektünkben az Európai Ügynökség nem csak a pénzügyi támogatást és hátteret nyújtotta, hanem a szakmai támogatást is. Így hát az összes mérföldkövünknél jelen voltak, átnézték a dokumentációinkat, és még a projektnek az összes fázisában elláttak minket a tanácsaikkal és az építő jellegű kérdéseikkel.
Az integráció után elindulhattak a környezeti tesztek. Itt a bal felső ábra az még az integráció előtt történt, ez még csak a platformot tartalmazza, és ez egy rádiófrekvenciás tesztünk volt a Győri Egyetemen. Mellette látható a rázás tesztünk, amit Dunaújvárosban folytattunk le, és alatta pedig a termovákumkamrás tesztünk. Ezek a tesztek ugye azért fontosak, mert verifikálnunk, illetve biztosítanunk kell azt, hogy a műhold például ki fogja bírni a felbocsátás során őt érő terhelést, illetve a felbocsátás után pedig az űrbeli környezetet. És az utolsó képen, az alsó képen pedig a lemágnesezés folyamatot mutatjuk be, ami az Európai Ügynökség ESTEC űrközpontjában készült Hollandiában, ahová egyébként a Mantos világűrpályázatnak a nyertesei is ellátogathatnak majd. Itt néhány kép látható a podban való integrációról. Itt az első kép azt mutatja, hogyan behelyezik ebbe a dobozba, amit aztán a rakéta oldalára raknak, és ebből fog majd pályára állni a műhold. Itt a második kép is ugyanezt a dobozt mutatja, itt a Saba Aerospace cégnek az egyik kollégája szereli éppen a műholdat, a szélső két kép pedig már a nagy műholdat mutatja, és ott alul látszik a kis doboz, amiben a mi műholdunk helyezkedett el, illetve már a zárt orrkúp az utolsó képen. Az alsó képen pedig a háromfős C3SS csapat, és emellett a két szabos kolléga. Itt sajnos az egyik kollégánknak már haza kellett jönnie, úgyhogy ő nem lehetett rajta a képen. És hát a felbocsátás, sok izgalmas pillanatunk volt az évben a tesztelést, az integrációt tekintve, de hát egyértelműen a legizgalmasabb és legmeghatóbb pillanat ez a felbocsátás volt szerintem az egész csapat számára. Ez helyi idő szerint, magyar idő szerint augusztus 17-én 3 óra 47 perckor történt meg. Itt a cégnek egy része, illetve a kollégák egy része bent várt a hajnali órák ellenére is ezt a pillanatot. A szeparáció pedig miután sikeres volt a start, a szeparáció ugye amikor a műhold pályára áll, ez pedig 6 óra 32 perckor következett be. És persze hát ezek után sem nyugodhattunk meg, amíg nem kaptuk meg az első jeleket. Ez nagyjából 9 óra, 3-4-10 környékén történt, amikor egy görög földi állomás hálózat egyik tagja észlelte Dél-Afrika felett a Radcube első jeleit. Persze amikor odaért a mi földi állomásunk felé, és akkor megbizonyosodhattunk arra, hogy kinyíltak az antennák, tudunk kommunikálni a műholddal. Ezt egy hatalmas sikerként éltük meg. Itt a pályaadat, néhány pályaadat látható. Napszinkron pályán van a műholdunk, 527 kilométeren kezdtük az életünket, illetve a műhold. A keringés ideje az 95,5 perc, tehát kicsit több, mint másfél óra szükséges ahhoz, hogy egyszer megkerülje a Földet. És a Vega, az európai Vega hordozóraketán kaptunk helyet. Itt az üzemeltetésre látható egy kép, és gyakran szoktunk ilyeneket, vagy ehhez hasonlóakat látni az áthaladások során, ugye amikor megkapjuk a műholdnak a jeleit. Ez egy azért fontos, már történelmi jelentőségű kép a számunkra, mert hogy itt az idl szöveg alatt látható egy nagy zöld on, ami azt jelenti, hogy a payloadot sikerült bekapcsolni múlt hét kedden, és megkaptuk az első jeleket a tudományos berendezésről, és ezt azóta a konzorciumi partnerek vissza is igazolták, hogy a rövid teszt alatt, amit lefuttattunk ebben az időszakban, a megfelelő jeleket sikerült kapni. Ezzel még nem indult el a payload beüzemelésének a teljes folyamata, ezt majd a jövő hétre tervezzük. És a misszió operációról néhány szó, ugye amit mondtam, sikerült az első kapcsolatfelvétel, ezen kívül a platform különböző alrendszereit is már sikerült validálnunk, illetve beüzemelnünk. Most a pozícionáló alrendszeren dolgozunk, és ahogyan említettem, jövő héten
indítjuk el a tudományos berendezést, valamint a tervek szerint a héten nyitjuk ki ezt az árbócot, amit említettem. Ezek után 4 hónapig fog a tervek szerint működni, utána majd kiderül, hogy mi lesz, és legkésőbb 2 éven belül el fog égni a légkörben. Itt alul látható, hogy milyen jeleket szoktunk kapni, a nagysárga vonalak, amikor éppen vesszük a műholdnak a jeleit. És hát a földi állomásunk pedig a Lourdi ház tetején található. És az utolsó előtti diám, ez a pályamagasság csökkenése. Itt ez egy már a mai adatokat is feldolgozó, hogy felhasznált grafikon, ahol azt látható, hogy a pályának, vagy a műholdnak a magassága az egyre inkább csökken. Ez részben a légköri súrlódás miatt van, és, vagy hát ez amiatt van, és hogyha megnézzük a grafikont, ugye azt látjuk, hogy nem egy egyenes vonal, vagy egy görbe vonalat kapunk, hanem ez nem teljesen egyenletes, ez részben azért van, mert a TLE adatokat folyamatosan frissítjük, amik alapján a pozíciót meg tudjuk határozni, emellett pedig mozgatjuk a műholdat, és néha más irányba néz a föld fele. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha bármi kérdés van, akkor az előadás után, vagy e-mailben szeretek szívesen válaszolok. Köszönöm szépen.